Zoltán, te hogy látod szellemi szempontból, mi az, amire a szülőknek érdemes odafigyelni, akár a feldolgozás területén, akár a megelőzés területén? Hát a megelőzés területén, ahogy az előbb is mondtam, szerintem a beleérzés az, ami egy fontos, az empátia készségnek a kialakítása, ami ugye a szeretetnek is egy elengedhetetlen velejárója, mert ez alakítja ki a gyerekekben azt a készséget, hogy bele tud a másiknak a helyzetébe, a másiknak az állapotába érezni, és ez ilyen szempontból az agresszivitást, meg az erőszakos fellépést is tudja korlátozni, hogyha képes egy beleérezni, képes együtt érezni abban, akár érzelmileg, akár fizikailag, hogy egy adott reakció, egy adott dolog mit tud okozni a másiknak. Ami a feldolgozás részét illeti, ott szintén én azt gondolom, hogy a szülők részéről fontos a kellő odafigyelés. Fontos az, hogy optimális és bizalmi kapcsolat legyen a szülő és a gyerek között. Tehát én azt gondolom, hogy ezt itt kell kezdeni, hogy a gyereknek még egy ilyen helyzetben is, amit ő egy nagyon megalázó, nehéz helyzetnek él meg, legyen olyan bizalma a szülőkhöz, hogy el tudja őszintén mondani, föl tudja tárni ezt a dolgot. Mert ugye nagyon sokszor az a helyzet, hogyha nincs meg ez a bizalmi viszony a gyerekek és a szülők között, esetleg a gyerek azt érzi, hogy ez nagyon ciki ezzel oda menni anyához vagy apához, akkor ez probléma tud lenni abban, hogy a kellő segítséget megkapja. Tehát ilyen szempontból erre figyelni kell szülőknek is, hogy ezt a fajta bizalmi dolgot ezt építsék a gyerekekkel. Ha már valaki áldozott elvert, ugye Pál Melinda pszichológus is említette, hogy gyakorlatilag azt feldolgozni szinte csak Isten segítségével lehetséges. Esetleg vannak olyan gyakorlati tanácsaid, hogy ha már tényleg megtörtént a baj, akkor akár a gyermekkel együtt imádkozni, vagy akár bevonni más szakembereket. Tehát mit tanácsolsz, hogy lehet szerinted ezt megoldani? Hát én azt gondolom, hogy ha tényleg megtörténik az, amiről itt beszéltünk is, vagy szó esett, hogy tényleg a gyerekek ennek következtében komoly érzelmi vagy traumatikus problémát szenvedtek el, hát akkor én azt gondolom, hogy Isten jelenléte az, amelyik ebben a helyzetben tud segíteni. Persze beszélgetések is, meg megértő beszélgetések is, de hogyha ezek tényleg érzelmileg is, vagy akár, ahogy itt említettem erre az angol kutatásra is, hogy fiziológiailag is jelent ez elváltozást, ezt tényleg Isten jelenléte tudja, Isten érintése tudja helyre tenni az emberekben, tehát ilyen szempontból fontos így a gyerekeket Isten tiszteletre elvinni, nagyobb gyerekeket tényleg dicséretre üljenek be az összejöveteletre. Tehát a dicséret aztán nagyon sokszor, még ha nem is feltétlenül rendelkezik egy gyermek élő hittel, vagy akkor a teológiai istentiszteletekkel, az a légkör, ami mondjuk a dicséret alatt kialakul, az nagyon sokszor megnyugtatja ezeket az embereket. Igen, abszolút, meg hát a dicséretben Istennek a szelleme, Istennek az ereje mozog, működik, tehát mikor az ember átadja a szívét, a lelkét, a szellemi énekeknek, a szellemi dicséreteknek, akkor nagyon intenzíven tud a lelke szelleme bekapcsolódni Isten jelenlétébe, és ezen keresztül tud az Úrtól olyan kegyelem, olyan áldás lejönni, ami egyszerűen gyógyító erővel van, gyógyító hatással van a lelkünkre. Egyébként kicsit, ha a Bibliánál maradunk, hogy ez nagyon érdekes, hogy ott is olvasunk zaklató kamaszokról, akik ugye Isten emberét zaklatták, amikor csúfolták ugye Elizeust, és hogy ott azért nagyon komoly ítélet jött rájuk, tehát nyilván az egyrészt a szolgálati ajándékkal szembeni tiszteletlenség volt, de hogy azért Istennek se feltétlenül tetszik ezek szerint az agresszió. És igen, igen, vagy hát, hogyha a József testvéreire igen. gondolunk, tehát ugye az is elég kemény bullying volt. Az is egy kemény bullying volt, tehát mondjuk happy end lett a vége, de Józsefnek az egy jó pár évébe belekerült az is, mire ebből föl tudott állni, vagy talpra tudott állni. Hát hosszasan lehetne még beszélgetni erről a témáról, de hát véges a műsoridőnk. Nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt elmondtátok nekünk. Pál Melinda gyermekpszichológussal és Bohács Zoltánnal, az EGRI Híd gyülekezete lelkészével beszélgetünk. Köszönjük a részvételt. Köszönöm én is. És kedves hallgatóink, búcsúzik Mária a Középpont. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. A mai adást Vene Vódia és Fekete Rita szerkesztette, a híreket Süveges Esztertől hallhattátok. A zenei szerkesztő Jánbor László, a technikus Kammer Jonatán, a főszerkesztő Szobota Zoltán. Búcsúzik a műsorvezető is, Cseszkó Tamás voltam. Sziasztok, jó rádiózást!